ránéztem a tanáraimra, és akkor mondta, tessék tudomásra venni, hogy itt nem lesz kommunista akasztás. Itt demokrácia lesz, többparancsrendszer és minden, ami a demokrácia tartozik, de nem lesz kommunista akasztás. Képzeljétek el, hogy olyan ováció tört ki, mindenki annyira megkönnyebbült, hogy hát ez a tiszta igazság, hogy nem szabad, hogy oda fajjön, hogy kommunistákat akasztanak, és üldöznek, és kivégeznek, és lincselnek meg. Ez mentett meg engem később. Szoborban mondtam azt, amit én 56-ról gondolok. Azt, hogy ez egy gyönyörűségesen szép szakrális történet volt, halottakkal a drámákkal, tragédiákkal együtt is gyönyörű szakrális történet volt, ezért maga a szobor azt a szépséget, a tisztaságot demonstrálja, hogy alatta pedig egy oltár van, ez maga az alatta lévő köz, egy oltárkő. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben a szakrális szobor. Abban az időben, amikor itt laktam, kerestem, hogy meg tudjak szólalni. Tehát az ember kikerül az egyetemről, az akadémiáról, és fogalma nincs róla, hogy mit kell csinálni. Csak úgy sejtései vannak. Hát azért is mentem el én villányba, mert nem jött ki semmi. És azt gondoltam, hogy a baj forrása az, hogy én itt élek egy fővárosban, hogy arra van szükségem, hogy egyedül legyek. A Jóisten adott nekem egy szemet. Látom a világot olyannak, amilyen. Látom az emberi testet olyannak, amilyen. A szobrász emberi alakkal dolgozik, az emberi alaknak gesztusai vannak. És az a gesztusok általában elviszik a gondolatot olyan irányba, amit a szobrász nem is akar. Valamikor lejött az első modell, kiderült, hogy nincsenek gesztusok, csak maga a gyönyörűségesen szép valóság. Semmi más nincs. Egész napot itt töltöttem az erőműben. Valami elképesztő élmény volt. És akkor hazamentem, és csak éjszakákon keresztül nem tudtam aludni. Még el nem jutottam odáig, hogy de hát ez, ami itt folyik az erőműben, és nyilván ma is, ez tulajdonképpen a teremtéssel analóg. Többenetes dolga a nagyítást. Antonioni ebben a filmben egy filozófiai állítást demonstrált, hogy a nagyítás során a valóságnak olyan részei láthatóak válnak, amik ott vannak, de nem láthatóak. És én erre operáltam. Tehát ebből ez a kettő effektus van, a nagyítás, és a motivum az a teremtő keze. A domboldal nyílik a gyönyörű virága, csak itt nyílik a szalmavirága, kék szalmavirág. És mi úgy dolgoztunk, értünk, hogy virág volt a fülünk mellett. És mellettünk volt a boros üveg. Hát ez ugyanaz, mint amit a hippik csináltak. Hát az a különbség, akik idejöttek, az többsége nagyon keményen dolgozott. Egy-két év után tódultak az emberek, mert ez elképesztő látványosság volt. Az emberek megéreztek, hogy itt a szabadság, akkor sugározza az a hely. Így jártunk ezzel a fülünk mögött, ezzel a szalmavirággal. Volt egy elképzelésem, hogy itt nekem azt kell megmutatni, és a szobor erről szóljon, hogy itt történt valami nagy jelentőségű történelmi esemény ebben a várban. Akkor még nem láttam. Most már látom, hogy a szobor erről szól, hogy itt valami hatalmas tektonikai léptékű esemény történt, mintha itt föltört volna a földből egy hatalmas erő, és megmozgatta volna körbe a tájat. Életművemben hát meghatározza a nemes anyag a kő, a fa és a bronz. És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy ezeket a nemes anyagokat el kell hagynom, tudnék maguk az anyagok, a fa, a kő és a bronz tartalmaz közlendőt. Azért áttértem erre a másik útra, hogy ne, az anyag ne szóljon bele a munkámba, csak a gondolat. És egyre jobban foglalkoztam már régóta a szín, és végül is eljutottam ide, ahova jutottam.
A színnek a szobron különös jelentősége van. Úgy működik, mint a negyedik dimenzió, mint az idő dimenziója. Én nekem most az a tervem, az az elképzelésem, és hát ugye megsegített a Jóisten, meg az orvosom, hogy élek, vagy orvosaim, hogy élek még, hogy én megpróbálom befejezni az életművet. Azért úgy értem, hogy odáig eljutottam már a saját utamon, hogy kezdek tisztán beszélni. Én igyekszem tisztán beszélni, és nagyon szeretném, ha azokban az években, amíg élek, ki tudnám mondani az utolsó mondatot is. Hogy milyen értékű az az életben, amit létrehoztam, azt én nem tudom megítélni. Bennem most öregkoromban nem maradt már csak a kétségek. Én tudom a szakmát, van is hitelesítésem, de a lelkemben csak kétségek vannak. Ennek ellenére azt mondom, hogy betöltöttem azt, amire engem a teremtő kijelölt. Biztos sok embert bántottam, sok embernek rosszat csináltam. Tehát nem volt az egy gáz nélküli lova. Ember voltam.